Kezed a kezembe tart, az élet, ez végül. Ölej, ha elkeszítna, szerethető pusztító szót, egy lélek, egy élet. Ha fájt is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, és nem megy tovább. Feltűzték a szalagot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak. Az idei szalagavató rendhagyó, mivel a technikusi képzés tanulói jövőre érettségiznek. Úgy gondoltuk, hogy kevesen lesznek, a 3 éves szakképzősök fognak most a 11-esek szalagot kapni, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen kis családiasabb szalagavatót szervezünk nekik idén. Eredetileg úgy volt, hogy 44 tanulónak fogunk tűzni, de mivel hozzánk járnak felnőttek, és úgy döntöttek, hogy tulajdonképpen ők is nagyon szívesen eljönnének erre a szalagavatóra. Az idei szalagavatón elsősorban, ahogy mondtam, a 3 éves szakképzősök fognak szalagot kapni. Elsősorban gépészek, túlnyomórész gépészek és a vendéglátó turizmus ágazaton belül, illetve a két éves érettségizősök, mind felnőtteknél, mint pedig a nappali tagozatos tanulóknál, ez azért dominál nálunk, tehát ők lesznek túlnyomó részt most itt fönt a placon, amikor tűzzük a szallagokat. A felnőtt képzés tanítványai az idei évben vizsgáznak. Nagyon izgulunk és nagyon félünk, mert azért nem könnyű így felnőttként ebbe belevágni, gyerek mellett, háztartás mellett, család mellett, munka mellett legfőképpen. Vegyes érzésekkel állunk most itt a reflektorfényben, hiszen van bennünk félelem, izgalom és rengeteg bizonytalanság is. Hamarosan megkezdjük az érettségi vizsgáinkat, amire 2 éve készülünk, készítenek minket. Hogy miért felnőttként ültünk vissza az iskolapadban? Ennek sok oka van. Van, akit a munkáltatója küldött, van, aki tovább szeretne tanulni, és van, aki csak most érett meg erre a feladatra. Felnőttként egy kicsit nehezebb, hiszen ott a munkahelyünk, családunk, vezetjük a háztartást. De kijelenthetjük, hogy lelkiismeretesebben, elszántabban tanulunk, hiszen tudjuk, hogy tétje van. Ennyi idősen már presztízst csinálunk abból, hogy hányos lesz a dolgozat, a vizsga. Nem szeretnénk szégyenben maradni tanáraink, gyermekeink előtt. Példát mutatunk, hiszen nem adjuk fel a küzdelmet. Úgy gondolom, nagyon jó kis csapattá kovácsolódtunk, sokszor elbizonytalanodunk saját magunkban, és talán többször hisztizünk is, de mindig kapunk tanárainktól egy kis lelkitámaszt, motivációt. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az iskolában nem fordítanak hátat a tanárok, ha problémád van, akár felnőtt vagy, akár gyerek. Mindenben segítenek, rugalmasak, és ami legfontosabb, hogy emberként tekintenek ránk. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam, ugyanis ide járt az egész családom. A fiam asztalosnak tanul, a lányom kozmetikusnak készül, a párom pedig az osztálytársam. Az iskola választásnál az volt a legfontosabb érv, hogy nyugodtan, örömmel jöjjenek ide, és ne lelki terhet okozzon nekik a tanulás. 3 hónap. Ennyi van vissza a nagy megmérettetésig. Nem lesz könnyű ez az időszak egyikünk számára sem. Kívánok mindenkinek kitartást, szorgalmat és nagyon sok türelmet. A diákok szüleikkel és tanáraikkal bállal zárták a szalagavató ünnepséget.